Miért fussunk mi egy olyan kocsi után, amelyik nem vesz fel minket, mikor itt van nekünk egy másik kocsi? Amiben boldogan beszállnék. Én úgy értesültem, hogy te a katóka miatt hívtad ki Párbajra a bárót. Bizony, kedvesem, a kocka cukor el van vetve. Kettőnk közül valaki halva fogja elhagyni a porondot. Szent Isten, és mi lesz, ha te leszel az? Akkor én holnaptól alulról fogom szagolni az ibolyát. Minősebbiség az emberi lét. Egy szúrás a pejslédbe, és mindennek vége. Többé nem csókolunk, nem leszünk, nem eszünk. Nem eszünk? Nem. Pedig milyen kár, éppen ma akartam neked finom bablevest csinálni ebédre. Bablevest mivel? Mivel, hogy ez a kedvenc kajád. De hát erről már nem is beszélhetünk. De csak beszéljünk bátran, kolbászos bablevest nyílt volna után. Ludaskással, spékelt libamájjal, azután sült malac citrommal a szájában, azután túrós csúsz a tejföllel leöntve, kaporral meghintve, tepertővel megagyusztálva. Tepertővel megagyusztálva? Ede, be kell vallanom valamit. Én már beáztottam a babot. Meg kell akadályoznom a párbajodat. Felesleges, Rica, ugyanis ez nem az én párbajom lesz. Ha nem ki? Hanem a barátomé, mivel hogy nem a saját, hanem a dorozsmai nevében provokáltam a bárót. És a Pista mit szólt ehhez? Álmában semmit. Majd holnap egy fegyverrel a kezében a vérmezőn meg tudja mekkora egy hős. Te csinálsz! Te szélhámos! Te zseni. Nyugodtan főzheted a bablevest. És utána elmegyünk a ligetbe sétálni, mint amikor még srácok voltunk. És egy kicsikét szerelmesek egymásba. Azt hiszem, még meg is csókoltalak. Én meg vissza. Aztán azt mondtam, hogy te szemtelen. Azután nem mondtad, hanem hagytad, hogy... Ede, na. Hagytad, hogy karom fogjalak és vigyelek az omnibuszra. A jó öreg omnicsek, de jó is volt. Gyere, Tubicám, üdölem, cicám, hisz nincsen abban semmi szégyen, újítsuk meg, hogy volt régen, mikor te meg én, a liget rejtek én, egymásra lehetünk szerelem terén. Csuda!
Akkor jó már!